közgyűléssel kezdte az idei tanévet is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat. A szervezet 2007-ben jött létre, megalakulása óta szakmai támogatója a Központ Ifjúsági Egyesület, amely mára jogi partnere is a diák önkormányzatnak. Céljuk, hogy a megyebeli középiskolák életét segítsék többek között pályázati tanácsadással, rendezvények lebonyolításával vagy önkéntes programok szervezésével. Az elmúlt évek legnagyobb eredményei között két nagyszabású eseményt tartanak számon. Az egyik a Fussa Fényben Sport és Családi Nap, amely itt Nyíregyházán kifejezetten az a célja jött létre, hogy fogyatékkal élők és nem élők közösen együtt egy családi napon vegyenek részt, együtt sportoljanak, együtt mozogjanak. A másik pedig a megyei diákparlament, ami annyiban különbözik a például az itteni évnyitó közgyűléstől is, hogy tényleg a képzések, a szakmai fórumok, szakmai előadások is helyet kapnak benne, pont azért, hogy az iskolába tanuló, dolgozó fiatalok még több tudásra tegyenek szert. Az önkéntesség népszerűsítésével kiemelten foglalkozik az ifjúsági önkormányzat. Azt mondják, egyelőre kevés magyar diák jelentkezik külföldi programokra. Ennek a nyelvtudás hiánya mellett az önkéntes munka negatív megítélése lehet az oka. A külföldiek esetében más a helyzet. Bajba Stróde Lettországból érkezett, egy évet tölt önkéntesként hazánkban. In Latvia, Lettországban befejeztem az egyetemet, jogi diplomát szereztem, ez pedig valami teljesen más. Szeretnék előnyt kovácsolni a külföldön szerzett tapasztalataimból, szeretném fejleszteni a nyelvtudásomat, és azt hiszem, az önéletrajzomban is jól mutat majd ez a fajta informális tudás. A megyeházán tartott eseményen elhangzott, októberben Nyíregyházán nyílik a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szervezet első irodája. Ide már nem csak a közép, hanem az alapfokú oktatási intézmények diák önkormányzatait is várják.